A nemrég komoly műtéten átesett költő, Nikolaus Tamás, aki barátja és egykor munkatársa volt Rudinak, nem tudott ne eljönni, de kérésére ezzel a versével szeretne elbúcsúzni. A címe a Mecseki szén. Végignézek a mecseknek domborulataim, és eszembe jutnak a régmúlt idők dicső dolgai. Történtek ott dolgok, s nem csak a föld színén. E szép hegység gyomrában termett a fekete szén. Mert kérdezem én tőled, mit jelent a szén? És ami neked fűtőanyag, az nekem volt valamikor a kenyér. Ami neked kosz és nehéz feladat, az nekem a gyémántosan csillogó, a föld aranya. Akik neked nem mások, mint fekete emberek, az nekem a legszebb család, az összetartó szeretet. És ami nem más számodra, mint iskolában a kémiai elem, az számomra az átélt és visszavágyott történelem. Ha elutazol álmaidban egy átpihent éjszakán, feléd a virágos réten csalogány dala száll. Nekem sem rosszabb az álmom, elhiheted. Csak nekem a siktre hívó kürt hangja énekel. S ha megszólal a bányász himnusz, te ezt nem értheted. Neked csak egy ismeretlen dallam, jelentéktelen. Nekünk a hit, a testvériség és a szeretet, mely örökre, akár a síron túl is összetart bennünket. Mm-hmm.